A műsor felvételeit készítette az Ügyfélmágnes. A műsor támogatta Enjoy Your Style, stílus és magabiztosság. A műsor támogatója a Teovid. A sikeres ember megalapozása az óvodában kezdődik. A műsorszámot támogatta a Sugárjátszóház. Vidámság szülőnek, gyereknek egyaránt. Ősszel és télen is Balaton, a siófoki családbarát 4 csillagos CE Plaza Wellness Hotelben. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket, ez az Anyasztori Hashtag Gyerekkel vagyok legújabb epizódja, amiben vendégem Köböl Anita műsorvezető. Kislánya Léna most kezdte az óvodát, és egy korábbi interjúban arról beszélgettünk, hogy nagyon fontosak számára a szabályok és a szabadság betartása is. De hogy pontosan ebben az új élethelyzetben hogyan tudja ezt betartani, arról fogom most kérdezni. Szia Anita, hello! Szia Henny, sok szeretettel köszöntök mindenkit! Nagyon köszönöm, hogy itt vagy egyébként, mert nekünk volt már egy korábbi interjúnk, és akkor is nagyon jót beszélgettünk, és úgy éreztem, hogy ennek kell, hogy legyen folytatása, főleg úgy, hogy most van egy aktualitás az életetekben, ugye az óvodakezdés. Ez így van. Na, hogy áll most ez a dolog? Tehát, hogy ő mennyire tudott könnyen beilleszkedni, hogyha jól tudom, akkor volt bölcs is, és hogy ilyenkor egyébként érzel valami olyan plusz érzés, hogy még jobban félted őt az új élethelyzetben? Nagyon. Nagyon is. Tehát erre jó ráérezt. Egyébként a hogy vagyunk kérdésre a legegyszerűbben az a válasz, amire számítottam, hogy mindenki az a riogat, ami egyébként a bölcsinél is volt. Jó, 2 napot fog járni, utána 2 hetet otthon lesz, és ez gyakorlatilag tényleg így van. Tehát főleg a bölcsnél mi egy ilyen 4-5 hónapot húztunk rá itt a végén, ugye én nagyon sokáig próbáltam kitolni azt, hogy intézményesített gyermek legyen, pont azért, mert én hiszek abban, hogy a szoros anya-gyermek kapcsolat az alapjaiban határozza meg aztán az ő világképét, jövőjét, és hogy tényleg minden egyéb dolgot, ami őt körülveszi, és ahogy hozzááll a dolgokhoz, meg az élethez, úgyhogy én ezt próbáltam minél rövidebbre fogni, mármint azt, hogy ugye kötelezően intézménybe járjon, viszont az biztos volt, hogy egy nagyon eleven, nagyon cserfes, nagyon határozott kis csajszi, aki a játszótéren is gond nélkül oda megy bárkihez köszönni, és egyből megkérdezi, hogy játszunk-e, barátkozunk-e, tehát neki kellett ez a gyerek közeg, ami nekem meg megnyugtatóbb volt, hogy akkor jobban el tudtam menni dolgozni, a szüleimet kevésbé terheltem, de meg amit te is említettél az imén, a rendszer, ugye, amit lehet, hogy az én kapkodós, csapongó életemben kevésbé tudtam neki megadni, azt ott azért megkapta. És az óvit is így kezdtük, hogy 1 hétig járt, utána otthon voltunk most 1 hetet, még egy kicsit többet, 9 napon, és pont ma, hogy ez az interjú készült, tudtam először vinni, remélem, hogy legalább 2 hétig járni fog az óviban. Mert ami nehézé teszi a leginkább az, hogy bár rendszert szeretnék az ő életében, meg a sajátomba is, emiatt sokkal kevésbé van rendszerünk, mert mindent felülír onnantól kezdve, hogy otthon vagy. És ugye nekem azért kifejezetten nehéz ezt megteremtenem, mert olyan rendszerben dolgozom, ugye A7, B7 van, amikor startos hetem van, akkor én hajnali 4:30-kor kelek, tehát olyankor nincs velem a gyerkőc éjszaka, olyankor a nagyszüleimnél alszik, és ők viszik óviba, és én megyek érte délután, és emiatt mondjuk úgy, hogy kevesebb az egymással tölthető időnk, a rendelkezésre állási időm, úgyhogy ilyenkor próbálok mindent kimaxolni belőle, és amikor beteg, akkor persze, hogy anyás, akkor sokkal jobban vágyna rám. Na, onnan kezdődik az igazi lelkiismert fordulás, tehát ezt nem kívánom senkinek tényleg. Én is átmegyek ezeken a szakaszokon természetesen. És ez mellett, hogy valahol azért ezzel úgy számol az ember, mert sok helyről hallja, hogy azért ez a betegeskedés, ez jellemző. Ez mellett mi volt még, amitől akár tartottál, vagy tartasz most? Pont írtam is róla egy posztot akkor, amikor volt ez a beszoktatási időszak, és kukkoltam a bokor mögül, hogy ő hogy van, hogy érzi magát, hiányzom-e neki, nem hiányzom, azért mégiscsak új környezet, új óvónénik, új gyerekek. Hát igazából ő tök jól áll volt, mondanom se kell. Ezzel egyébként szerintem a legtöbb gyerek így van. Tehát ritka kivételek azok a gyerkőcök, akik mondjuk egy fél napot vagy egy egész napot végig sírnak valami miatt, az anya hiány, aztán ők is idővel belerázódnak ebbe. De az, hogy elengeded a gyerek kezét, hogy
konkrétan nem vagy ott, és nem tudod az egyes élethelyzeteket kontrollálni, csak az, hogy veszélyesnek ítélsz meg valamit, már előre végig gondolod az adott szituációból, milyen egyéb helyzetek következhetnek, figyelmezteted, milyen módon figyelmezteted, hogyan szólsz ahhoz a gyerekhez. Tehát, hogy erre azért nekünk van egy kiforrott, vagy hát nekem legalábbis egy technikám, vagy amit mindig észben tartok, hogy nekem nagyon fontos az, hogy kommunikáljak a gyerekkel, és elmagyarázzam számára. Most ez veszélyhelyzetben nehéz, de utána szeretem elmagyarázni ki, hogy miért gondolom azt, hogy erre oda kell figyelnie. És hát ki kell engednem szó szerint a kezemből az ő kezét, és ez nagyon nyomasztó tud lenni, nehéz, rágódsz rajta, miközben tudod, hogy ez az élet rendje. Tehát örökké nem kötheted a szoknyád mellé, mert akkor nem lesz talpra esett, akkor nem lesz önálló, és nem lesz szabad, amit ugye te is megfogalmaztál az elején, hogy én közben nagyon szeretném, hogy ő felfedezze magának a világot és az életet, és megtalálja benne a helyét, a saját szabályait, a saját értékeit, és akkor ebben így lavírozok tényleg, mint a mérleg két nyelve. De azért valamennyire segít ez neked, hogy mondtad a személyiségét, hogy ő egyébként egy cserfes, és mivel ezt látod rajta, ezért valamennyire azért ez megnyugtat téged, nem? Hogy nem lesz baj vele. Igen, 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 azért nagyon jól helytáll a különböző helyzetekben. Még csak most volt 3 év után meg az első súlyosabb balesete. Hát beleharapott szegénykém az aszfaltba, elesett a rollerrel, és hát úgy, ahogy kell, kéz nélkül így előre dőlt, mert egy láthatatlan kő ott volt az út közepén, és felhorzsolta teljesen az orrát, és ilyenkor hát azon túlmenően, hogy persze vigasztalodott vagy mellette, mindig az szokott végigfutni az agyamon, hogy egyrészt ez kell. Én anyukámtól tudom, hogy én is egy elég vadóc kislány voltam, és meg bevállalós, bátor, és mentem úgy ész nélkül neki a dolgoknak. És a másik, amivel szoktam nyugtatni magam, hogy ez azért még semmi. Tehát ezeken mindannyian keresztül megyünk, nem kell, hogy egyből a szívemhez kapjak, és pánik helyzetet terem csak egy-egy ilyen szituból, mert vannak ennél sokkal nehezebb helyzetek, sokkal nehezebb sorsok, és akkor ezt próbálom, hogy gyorsan ennek a kis mappából elővenni. Nekem anyaként is ezeket szerintem szükségszerű így észben tartani, mert ha túl aggódom, ha azt látja rajtam, hogy én mennyire megijedek, attól fog ő sokszor inkább megijedni sem, mint a helyzet súlyosságától. Nem könnyű, ez egy ilyen állandó fék vagy kontroll, de hát azért így próbálkozom. Erre szerintem ezekre a dolgokra mondják azt, hogy annyira tanít a gyerek, hogy ez valami eszméletlen, ez tényleg így van. Persze, egyébként ez teljesen igaz, én is abszolút ezt látom, meg tudom is, hogy a gyerekek tényleg tanítanak bennünket. Meg szerintem azért ebben ugyanúgy ott van az is, hogy neked is van egy plusz olyan, amit mondtál is, hogy technikát, tudásod, tehát hogyha a szülőnek van erről még pluszban tudás, ami meg is erősíti azt, hogy hogyan reagál, és hogyan tud jól reagálni, azért az ugyanúgy ad egy óriási nagy magabiztosságot. És ez azért is nagyon fontos, amit elmondtál, hogy ha te pánikolsz, akkor vagy egyáltalán maga az a reakció, amit a szülő mutat, az egy következő és az utáni helyzetben is ugyanúgy fog a gyerek is reagálni, hogy akkor úristen, elestem, akkor most ez, egyébként ezen mindenki nagyon aggódik, és jaj, veszékel, és akkor most itt mekkora probléma történt. Tehát, hogy nyilván később az életben is ugyanúgy fel kell állni, mint a rollerozás után mondjuk fel kell állni. És ez ugye a... hát mondjuk így, hogy testi balesetek, amikor ugye ilyenek történnek. De hát azért ott van az, hogy lelkileg és szellemileg is ugye neveljük a gyereket. Én attól, hogy a lelki sérelmektől nem tudom megvédeni, azt szerintem sokkal jobban félelmet kelt bennem, mint az ilyen testi sérülések. Tehát kb. Tényleg az, mint amiről mi is felnőttek, szerintem gondolkozunk, hogy ez így begyógyul. De hogy amiken én is mondjuk keresztül mentem, már attól szeretném őt mentesíteni, holott nem tudod megtenni ezt, ennek ott kell lennie a fejben. De most miközben beszéltél hozzám, hallgattalak, és az jutott eszembe, hogy iszonyú nehéz, és azért hasznosak szerintem az is, amivel te foglalkozom meg ezek a beszélgetések, mert senki nem dug az orrunk alá egy könyvet, hogy így kell szülőnek lenni, vagy így kell jó szülőnek lenni. És annak nagyon örülök, hogy nagyon sokan, vagy inkább talán úgy mondhatom, hogy egyre többen kezdtek el azzal foglalkozni, hogy hogyan tudnak minőségileg jó szülőkké válni. Mert pont mi vagyunk az a generáció, akik ezt már igyekszünk tudatosan kezelni, mert az előttünk lévők ezt kevésbé tették meg. És nálunk bukik ki az, hogy vannak nagyon rossz szülő-gyermek kapcsolatok, és vannak nagyon rossz
emberi sorsok, és ebből talán mondhatom azt, hogy tragédiák, hogy egyszerűen utána már képtelenek más emberekhez kapcsolódni, képtelenek munkahelyi szituációban helytállni, bármilyen, nem tudom, kisbolti helyzetben, az utakon, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ahol ember-ember kontakt van, nem tudnak jól helyzeteket kezelni, és nagyon-nagyon sok az elakadás idebent, meg nagyon sok a feszültség. Szerintem régen kevésbé volt az trend például, hogy a szülő leüljön és megbeszélje a gyerkőccel. Ma azért jellemző ez kevésbé, mert ma meg nincs rá idejük a szülőknek. Tehát amikor nálam is volt a műsorban egy pszichológus hölgy, és elképedtem, amikor azt mondta, hogy napi 7 percet foglalkoznak a szülők. Nem nagyon messze a tengeren túlon Amerikában, itthon Magyarországon is, meg Európa szinten is akár. Sokkal inkább itt a kelet-európai régióban jellemző, mert talán nyugaton másképp állnak a munka, idő, menedzsment és szülő-gyermek kérdéskörhöz, és nincs idejük a szülőknek a gyerekkel foglalkozni. És az van, hogy én is rohanok magam után, rohanok az életem után valójában, és egy pici szeletet szoktam magamnak kiharapni, főleg akkor, amikor dolgozom. És akkor azt kérdezik tőlem, hogy állandóan úton vagy, mindig pörögsz, hogy csinálod, mit csinálod, és mindenre van időd, akkor az valójában azt jelenti, hogy egyébként semmire sincs időm, mindig rohanok és kapkodok, és hogy amikor dolgozom, az tölt fel. Ma volt időm elmenni reggel egy kicsit futni, emiatt elcsúsztam ugye tőletek is, teljesen benéztem az időt, tehát annyira végre kikapcsolt az agyam, és vágytam arra, hogy mehessek, ez most már hetek óta nem történt meg. Ez most akkor észrevettem, hogy mennyi az időm, úristen, a mennéhez elkéstem, haza kell mennem, zuhanyoznom kell, hajat mosni, mindent kell csinálni, és akkor így van az, hogy innen kések, nem tudom, negyed órát, hogy ezek a vívódásaim nekem is megvannak, de közben meg annyira vágyom rá, hogy teret tudjak annak engedni, hogy saját magamra is legyen idő. Akkor is kimondtuk szerintem a nagy igazságot, hogyha boldog mama, akkor boldog baba, és ez szerintem tökre így van. És nem tudom, hogy kinek mennyire fontos, hogy el legyen mosogatva otthon, meg értem én, hogy dől ki a szennyes tartóból, mert nálam is van úgy, bár mondjuk sokkal inkább az, hogy kimosodom a ruhát, és nincs időm kivasalni, de hogy ezeknek az oltárán nem lehet feláldozni szerintem a gyerekkel töltött időt. Majd el lesz mosogatva, majd el lesz mosva. Erre mondják azt, hogy szerintem, hogy a gyerek az asztal alatt is felnő, de azt az asztal nem tudja neki megtanítani, hogy milyen mintái legyenek, hogy milyen értékrendje legyen, hogy milyen kötődése legyen, mert azt mondom, hogy ez ma a legnagyobb, az egyik legnagyobb probléma. Ez csak akkor fog működni, hogyha beszélünk, egészen pici kortól. 10 évesen már hova kezded el, amikor éppen tombolnak a hormonok, és a gyerek úgyse akar hozzád szólni? Tehát ezt most kell ilyenkor elkezdeni. Abszolút. Egyébként nagyon jókat mondtál a kommunikációval kapcsolatban is, hogy ez tényleg mindenre megoldás. Meg most is ez a nagyon fontos gondolatot, hogy persze sokan mondják ezt én is tehát napi szinten megkapom ezeket a kommenteket egyébként a tartalmak alatt, hogy mi is felnőttünk valahogy, ez egy annyira klasszikus mondat, de annyira nem mindegy a minősége. Tehát persze nyilván biológiailag növekszünk, tehát hogy így vagyunk összerakva, hogy növekszünk és fejlődünk, meg idősödünk. De hogy milyen minőségben, milyen emberekké válunk, azokban az élethelyzetekben, amiket mondtál az előbb, hogy a munkahelyen, a kapcsolatokban, emberi kapcsolatokban, párkapcsolat, és aztán ugye szülővé válunk, tehát hogy ezekben egyébként hogyan tudunk helytállni. És ugye itt jön képbe az is, hogy ha már fejlesztés, mert nyilván ez saját magunk fejlődésével, fejlesztésével indul el, ha egyébként nem kaptunk egy olyan alapot. Itt jön képbe az, hogy akkor milyen szabályok szerint neveljük a gyereket, vagy hol van a határa ennek a szabályok és szabadság témának. Neked erre milyen módszereid vannak, vagy mi akár a legnagyobb elakadásod ebben, hogy hol van az a határ, tudod, egyensúly szinten, hogy legyenek szabályok is, de szabadon is hajdőt. Hát nem könnyű. Talán a veszélyhelyzet és a piros vészvillogó akkor, amikor azt érzem, hogy annak bizony súlyos következménye lehet, mármint hogy épp a gyerek cselekedeteinek, akkor az ott kell, hogy villogjon felettem, és ott vagyok én, mint kerítés, mint keretrendszernek, hogy eddig és nem tovább. Ez nem azt jelenti, hogy valamikor nem fog belecsúszni, tehát, hogy pont tegnap palacsintát sütöttünk a gyerkőccel,
odaengedsz egy gyereket a sütőhöz, vagy nem engedsz oda. Engedd el, de hogy a serpenyőbe ő öntse bele a tésztát, vagy az már túlzás. Megfordíthatja el, vagy nem fordíthatja meg. És akkor itt például azt a módszert alkalmaztam, hogy hát bizony az ő anyukája volt egyszer huncut gyerekkorában, és nézd csak, mondom, itt ez a sírmés, ez azért van, mert bizony az a serpenyő az tud forró lenni. Tehát hogy volt példám, amin keresztül el tudtam neki mutatni, vagy meg tudtam neki mutatni, ez egy ilyen helyzet. Volt. Szerintem apukám szívinfarktust kapott volna, hogyha látja azt, hogy a gyereknek a robot habverőt odaadom, és akkor tudod hagyom, hogy vele a tésztát összekeveri, tehát ezt inkább ezt a felvételt nem küldtem el neki, azt nem tudom, hogy ezt a videót megnézi-e, de hagytam, mert ott vagyok mellette, mert figyelem, mert kedves szitu, mert szerintem neki élmény, hogy ezt mi együtt csináljuk, hogy ő ezt megtanulhatja, hogy ő azzal egy kicsit masztrigálhat, tehát hogy ezek mind-mind kellenek hozzá. Biztos, hogy kell egy jó belső érzék szerintem. Tehát én nem hiszem, hogy van olyan nagy könyv, amelyikben ezek konkrétan le lennének írva. Ezért vagyunk néha bajban mi szülők, hogy most meddig és ne tovább. És ezért van az, hogy szerintem sokszor szülő és szülő között mondjuk súródási pont lehet az, amikor azt mondjuk, hogy demokratikus nevelést alkalmaz az egyik, míg a másik nem, és akkor hol az ütköző pont? Mert ugye van, aki talán liberális gyereknevelésnek mondja, de ha jól tudom, a demokratikus erre a hivatalos szakszó, remélem. Javíts ki a téven, jól mondom, jó? és hogy akkor ebbe a nevelési módszerben mi fér bele? De mondok egy másik példát. A minap a játszótéren futkároztak a gyerekek, haláljól érezték magukat, én a másik anyukával beszélgettem, akkor találkoztunk először, gyönyörű szép gyerekei vannak, és a mi gyerekeink össze barátkoztak, miközben is egy saras homokkal teli flakon repült le a kis kastély játszótér tetejéről, éppen nem messze egy pici totyogó babától. Körbenéztem, szülő sehol, hát én felszóltam a gyereknek, finoman, udvariasan, de megkértem, hogy legyen kedves arra odafigyelni, hogy itt pici babák is vannak, és nem dobálózunk ilyen súlyos tárgyakkal, mert fejbe találhatja, nem csak a picit, a gyereket is, meg a felnőttet is, és az bizony fáj. És akkor oda sereglett néhány kisrác, és akkor elkezdték mondani a magukat, és akkor én kineveztem a főnökön, te vagy a nagy, te vagy az idős, neked kell ügyesen, okosan megmondani. Jött a másik, hogy ő is főnök akar lenni, mondom, szuper, meg tudjátok osztani a feladatokat, segíthetitek egymást. Tehát, hogy kicsit így próbáltam őket irányítani, és nem csúnyán rászólni, de azt gondolom, hogy hát ezekben muszáj valamiféle kontrollt gyakorolni, mert hogyha majd az ő gyerekének a fejét találja el az az üveg, akkor biztos, hogy ez a szülő is nagyon szigorú lenne. Ezért szerintem inkább célszerű lenne ott állni, és egy kicsit figyelni ezekre a dolgokra, de ez már részletkérdés. Hát ezeket nem írják le sehol. Tehát, hogy... De közben egyébként ebben a sztoriban amúgy benne volt a kulcs, tehát hogy azt mondtad, hogy a nagykönyvben nem írják le, de egyébként a gyerekeknek ilyenkor a legnagyobb hajtóerő az, hogy ugye ő főnök lehet, az egy óriási nagy cél. Pedig képzeld, de bennem például kérdés volt, hogy mondhatom én vajon azt a gyereknek, hogy most ő a főnök, mert ott meg már ezen töprengtem, hogy vajon azzal, hogy a kezébe adok egy ilyen kulcson, azzal milyen hajtót nyitunk ki, mert de mindent nem lehet szabályozni azért a persze, túlzás. Persze, egyébként nem maga, tehát az, hogy éppen ebben a helyzetben az volt, hogy ő főnök is, vagy éppen nevezhetjük vezetőnek is, vagy irányítónak, vagy éppen, tehát a szinoníma az majdnem, hogy mindegy, de hogy adtál neki egy célt, hogy amúgy ő azt a helyzetet nem egy ilyen leuralásnak érezte, hogy akkor jött egy felnőtt, és akkor megmondta a tutit, mert amúgy ő a felnőtt, mert sajnos nagyon sokszor ugye a tekintélyelvű nevelésnek ez része, mert igazából ezen alapszik, hanem adtál neki egy célt, amit ő elkezdett tudni élvezni, és így már nem volt kérdés, hogy amúgy meg együtt fog működni, és igen, ez nagyon jól tud egyből működni. Sikerült, jött mindig vissza jelenteni. Igen, nagyon jól csináltad, tök jó. És egyébként azért érdekes, mert ez egy nagyon megérzésszerű szituáció volt számomra, tehát erre készültem fel otthon, hogy vajon mit fogok ma csinálni, hogyha valaki ledob egy flakont az emeletről, hát leginkább ott élesben gyakorolja ezt az ember. Olvasni, 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 figyelni szakembereket, hallgatni beszélgetéseket, tehát az, amikor azt mondod, hogy önfejlesztés, akkor nagyon sok ilyen szituáció kell, hogy már a tarsolyodban legyen, hogy egyszerűen elő tud kapni, hogy igen, éppen melyik helyzetben melyiket fogod tudni alkalmazni. Azt nem tudom, hogy vajon miért van az, hogy nagyon sok
szülő elzárkózik attól, hogy ezeket meghallja, vagy ő elgondolkozzon azon, hogy vajon hogyan csinálja. A poroszos nevelés, az nem tudom, hogy mostanában mennyire jellemző, de még mindig van ezek szerint. Igen. Tehát biztos, hogy annak is vannak előnyei. Én ezt nem vonom kétségbe, csak hogy lelkizni muszáj, tehát egy kicsit azért mégiscsak mindannyian így vagyunk összetéve, hogy nem csak a testünk van meg az elmünk, hanem a lelkünk is, és azért annak a gyereknek igenis szüksége van rá. Tehát én nem hiszek abban, hogy alapvetően vannak jó gyerekek meg rossz gyerekek. Szerintem mindenki jónak születik, csak aztán látja a környezetéből, hogy mi tud magába szippantani, és hát ezek aztán tényleg mint a legó épülnek egymásra, és abban neked iszonyú nagy felelősséged van. És az óvoda, meg akár a bölcsöde is, aztán majd az iskolák, mint vízválasztók, amikor kiengeded őt már ebből a biztonságos közegből, olyan szinten fognak ráhatni, ott aztán már nem fogsz tudni mit csinálni. Maximum el tudod neki mondani, hogy miért gondolod az adott viselkedési módját helyesnek, vagy nem helyesnek, vagy ők másképp csinálják, még így csináljuk, de hát az meg már az okokozat, meg az értékadás, lett az alapokat, azt muszáj vagy te meghatározni. Ez a generáció az, aki igazából ennek a poroszos nevelésnek az eredménye lett, akik egyébként most meg küzdenek azzal, hogy valahogyan így kezeljék a különféle élethelyzeteket, vagy hogy egyáltalán hogyan tudjanak boldogulni más emberekkel. Hogyha ez mondjuk az alapvető tény, hogy egyébként ez ennek az eredménye, és mondjuk te arra gondolsz, hogy te szeretnéd máshogy csinálni, meg értékeket adni a kislányodnak, akkor amúgy mi a legfontosabb számodra, amiben akár példakép is akarsz lenni számára, vagy ami szerinted nagyon fontos, hogy meg legyen tanítva neki, hogy ő egyébként érvényesülni tudjon, vagy boldogulni tudjon. Hú, hát ezt még sose kellett így listába összeszednem, hogy őszinte legyek. A biztonság az szerintem nagyon fontos. Az, hogy őszintén tudjon megélni helyzeteket, és aztán képes legyen beleállni abba, és felismerni, hogyha valami nem jól sikerült, vagy ugye most már olyan életjelenségeket is meg kell vele osztanom, mint hogy mondjuk miért dudált ránk a másik autós ugye ebben az autóban, és mi átszódhat le a másikban, és akkor a tévedés, meg a hiba lehetősége, és el kellett tudnom neki magyarázni, hogy mit jelent az hibázni, és mit jelent azt felismerni, és rájönni, hogy valóban hibáztam, vagy tudni azt, hogy amúgy a másik hibázott, és akkor én azt hogyan tudom jól kezelni. Tehát a magabiztossága szerintem az tök fontos. Nálunk a humor is ilyen, szerintem tök jó humora van a gyereknek, és én is olyan vagyok, aki úgy szeretek a humorral appellálni, hogyha valami olyan hiszti helyzet van, nem mindig megy, tehát hogy mindenki nyugodjon meg, én is ki szoktam bukni, nekem is voltak már kirohanásaim, tehát, hogy ez egyértelmű, de a magabiztosság, a humor, a szeretet, hát szóval az, hogy főleg én azt gondolom, hogy az én kislányom, hál' Istennek, kifejezetten szerencsés helyzetben van, hogy egy ilyen iszonyú nagy szeretet buborékban van a nagyszülőktől, a keresztszülőktől, hát körülöttem is olyan emberek vannak, akiktől azért kapja, a barátokkal ha találkozunk, a barátoknak a gyerekével, tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Nekem van egy fejlővésem, az a digitalizáció, azt próbálnám minél tovább kitolni, én nem tudom, hogy erre meddig lesz lehetőségem. A gyerek már most tudja értelemszerűen használni a telefont, és próbálom nagyon minimálisra visszafogni azt az időt, amit azzal tölt, hogy ott mondjuk mesét nézzem, vagy imád fényképeket nézegetni. Na akkor ez megint a másik. Nem azért adom a gyerek kezébe a telefont, hogy addig én azt tudjak végre csinálni, amit szeretnénk. Ugye őt érdekli, felfedezi maga körül a világot, látja, hogy én is használom a digitális eszközt. Akkor ott időkorlátot szoktam adni. Azt szoktam neki mondani, Manó 1 perc, Manó 5 perc, Manó maximum 10 perc, ez mondjuk mesénél ugye logikusabb, mint egy percig nézi szegénykével, jól kiszúrnék. És akkor azokat az időkorlátokat viszont tartom. És először volt ebből egy nagy káosz, amikor egy kicsit így elkapatta magát, és amikor én is elkezdtem bevezetni ezt az időkorlátot, és ő is megértette, és én is következetesen tartottam magamat hozzám, akkortól már nincsen veszekedés. Viszont azt látom, hogy azok, akik egy kicsit ezt úgy szabadjára engedik, ott van agresszió, ott van ideges gyerek, ott van olyan gyerek, aki ütivágja a szülőt, szemtelenkedik, földhöz vágja magát, nem tudom én micsoda, nagyon-nagyon rossz hatással van a gyerekre, és ez viszont muszáj megérteni a szülőknek, hogy az a gyors ütemű képváltakozás, amivel ugye ezek a mesék, vagy videók, vagy YouTube videó, teljesen mindegy,
felépülnek, az az ő agyműködésére mennyire hat rosszul, és hogyha ő azt érzi, hogy az ő gyereke egyébként nem partnerben vele egy csomó szituációban, akkor jusson eszébe, hogy ja, lehet, hogy ott elrontottam, vagy talán nem kellett volna ezt mutatni a gyereknek, mert azt viszont már onnantól kezdve nagyon nehéz kontrollálni, hogy ő milyen tartalomhoz jut hozzá, főleg ha ott hagyom vele, hogy akkor nézed, mert akkor én addig elmegyek csinálni a saját dolgomat, te jó Isten, tehát az valami borzalom. Ezért ott bennünk kell, hogy legyen a fék. Hát, uram, bocsá, ha hisztizik egy picit, hisztizik, te vagy a felnőtt, neked kell tudni határokat szabni. Van egy nagyon tipikus videó erről az interneten kering, egy kicsi baba, nem tudom, látta, de a földön ül, azt hiszem, és teljesen magából kikelve hisztizik, és hát a szülők ezt viccesnek gondolják, de odaadják azt az iPad-et vagy telefont neki, nézi a mesét, megnyugszik, majd anya elveszi, a gyerek hanyat vágja magát, és újra hisztizik, és odaadja az anya. Jaj. Nagyon is jól mutatja, hogy milyen hatással van a gyerekekre, és szerintem fél éves kb. Az a pici, mert csak annyit tud, hogy előre-hátra dől felül. Ezeket a videókat tessék akkor megnézni, és akkor fogjuk látni, hogy hova vezet az, hogyha ezt teljesen kontrollálatlanul a kicsikre bízzuk. De, és akkor megint mondom, együtt élünk ezzel a dologgal, ezzel a technikával, még mindig nekünk is most már egyre több lesz az újdonság benne, tehát itt már ChatGPT-ről beszélünk, meg MI-ról, meg AI-ról, meg mindenről, tehát néha már én sem tudom, hogy miről beszélünk, és ezért annyira nehéz, mert nem tudjuk, hogy mivel állunk szembe. De itt is tudjam azt, hogy az alapok le legyenek szépen biztos oszlopokra ütve, verve abba a földbe, és akkor azon belül próbálok egy kicsit így sakkozni a lehetőségekkel. Hát ezt abszolút megértem egyébként, hogy ezzel sakkozni kell. Nem véletlenül, egyébként pont most meg fogom felvenni a tagsági csoportba egyébként az erről szóló oktatóanyagomat, tehát hogy ez a hónap amúgy pont a kütyükről szól, mert hogy óriási nagy segítség kell ebben is, hogy ugyanúgy az a szabály és az a szabadság megmaradjon. És itt egyébként én ezt korábban elárultam a beszélgetés alatt, hogy ennek egyébként a harmadik pontja az tényleg az, hogy legyen a gyereknek nyilván egy célja, de azon kívül is legyen egy célja. Tehát, hogy ne csak a körül létezzen, hogy vannak a kütyük, és akkor, ahogy mondtad is, hogy azzal le van kötve az ő figyelme, és akkor addig el tudunk mosogatni, vagy nem tudom, mi is tudunk addig kicsit facebookozni, vagy telefonozni, tudod. Hanem tényleg legyenek azon kívül is céljai, mert akkor nem fog annyira így bele golyózni ebbe az egész világba. És közben meg tényleg az van, hogy lehet, hogy mire, nem tudom, ő oda kerül már az iskolában, nem tudom, tableten fognak tanulni, nem könyvön, most csak egy feltételezést mondok. De benne van a pakliban. De simán benne tényleg. Van, igen. És azért, hogyha addig meg nem látta ezeket az eszközöket, akkor nyilván még idegenebb lehet neki ez a dolog. Úgyhogy ezt tök jól összefoglaltad amúgy, hogy ebben is amúgy tényleg az van, hogy a szabályok nagyon fontosak, mert különben elveszik a gyerek, de közben, ha meg teljesen le van korlátozva, akkor egy idegen világban él, ami megint nagyon nagy nehézség neki. Igen. Köszönöm a gondolataidat, Anita, nagyon jó volt veled megint csak beszélgetni. Nekem is, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál, itt lehettem, és hogy hát remélem, hogy sokakat érdekelt a témánk, és hogy ebbe egy belefogtál, és csinálod, mert ez meg tök fontos. Köszönöm szépen, köszönöm. És köszönöm nektek is a figyelmet, jövő héten újra találkozunk az Anya Sztori hashtag gyerekkel vagyok következő epizódjában.